Sziasztok! Gondoltam, mesélek nektek egy kicsit a szemétszedésről, hogy mi hogyan szoktunk szemetet szedni, meg hogy miért fontos ez nekünk, és milyen, miként szoktuk ezt csinálni, mert ez nekünk egy ilyen, hát nem mondom, hogy missziónk, mert nem, nem, nem ezzel tartjuk így a, folyamatosan a, az életünket, de gyakran szemetet szedünk, és nagyon örülünk neki, és amúgy azért szeretek erről mesélni, mert mindig több és több visszajelzést kapok azzal a kapcsolatban, hogy hoppá, ti is kedvet kaptatok, valamelyikötök nem régiben írt, hogy beszerzett csipeszt, meg mindenféle dolgokat. Jó, olyan szuper, valamelyikötök azt írta, hogy búvárkodás közben is szemetet szed, és ez, szerintem ez egyrészt csodálatos, most ez meg szomorú, hogy ennyire durván teleszemeteljük a világot, és hát ennek nagyjából azért mindannyian részesei vagyunk, így vagy úgy, rémes a, az egész, tehát egyszer olyan szinten van alul kvalifikálva a, a, a társadalom e téren, hogy az, ami őrület, a másik fele tudja, de rendkívül önző, és a harmadik fele pedig annyira le van terhelve, hogy, hogy ott szinte semmit nem tud ezzel foglalkozni, és minden eszközbe kell szerezzen a kényelme érdekében, ami óriási ökológiai lábnyomot jelent, mert annyira rohadt túl sok az elvárás a mai civilizált ember felett borzalom, és sok embernek nincsen lehetősége anyagilag ö, valamilyen formában tudatosnak lenni, mert ugye a környezettudatossággal az is együtt jár, hogy nem választunk silány terméket, ugye egy euróért, egy dollárért a világ túlsó feléről idehajózott ö, cuccokat mondjuk, amik egy nap múlva tönkre mennek, aztán újat kell venni, hanem mondjuk az ember megengedheti magának, hogy valamiből egy jó minőségű tartós dolgot vásároljon, Sokan rettegnek a használt dolgoktól, sokan fogalmuk nincsen, hogy, hogy miként kéne szelektívan gyűjteni a szemetet, sok embernek nincsen helye arra, hogy szelektíven gyűjtse a szemetet. Tehát egyszerűen annyira lehetetlen körülmények vannak, és annyira könnyedén, annyira jól meg lehetne oldani egy csomó mindent, és annyira elkeserít, hogy ez nem sikerül, és akkor emellett haba tortán tényleg az az extraság, hogy, 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 hogy vannak emberek, akik meg eldobják a szemetet, értitek? Annyira kiborító volt, mikor voltunk Majorkán, mesebeli gyönyörű helyen, föl kellett mászni egy ilyen sziklás falon, de most nem egy 90 fok meredekségűt képzeljétek el, csak egy kicsit ilyen sziklásabb hegyoldal volt, és akkor azon másztunk föl, és, és olyan kilátást tárult elénk, hogy tényleg, tényleg elsírtam magam, de annyira durva, gyönyörű volt. És euh, lenézek, és a lábam alatt meg ott van egy halom műanyag szemét, és annyira kibaszott, elkeserítő, hogy tényleg emberek fölmennek oda, randizgatnak egyet, csöröznek egyet, jaj, de király, élvezzük a természetet, közben megeszik a lószárjaikat, megisszák a nem tudom, mieiket, és elhagyják a szemetet iszonyatosan lohasztó, annyira elkeserítő, szívfacsaró egyszerűen, egyszerűen egyszer, fölfoghatatlan a számomra. Én ugye csak olyan embereket a javarészt, akik azért valamennyire környezettudatosak, most értitek, én se vagyok egy izé, nem tudom, maugli, aki, aki zero waste. Nyilván az élet, a civilizált társadalomban zajló élet az, az, az sajnálatos módon jár a szennyezéssel, de, de nagyon sok mindenben igyekszünk. Én a környezetemben, hogy így, na, na, próbálok most már akkor nem csapongani össze-vissza, jó, jó? Tehát, akiket én követek, mondjuk így az Instagramon, vagy a Facebookon, vagy a YouTube-on, azok mind ilyen környezetudatosabb arcok. És, és akkor így látom a kommenteket, meg Tehát így arra gondolok, hogy, hogy így tök jó felé haladja a világ, meg egyre több ember tud, egyre több mindenről, egyre több ember tesz, egyre több dolgot, tökre így erre gondolok. És akkor így kipillantok az én kis izémből, bubimból, tudjátok, akkor meg azt látom, hogy Jézusom, elmegyek ide, és látom, hogy a 277. fröccsöntött lófaszom öcsét rendeli meg az ember a gyerekének aznap a nyolcadikat, mert hogy, hogy, majd akkor azzal is el lesz, jaj, de jó, hogy azzal is el lesz, a legsilányabb, legszarabb minőségű cuccokat, home decor, nem tudom micsoda, ö, ö, tényleg i, ilyen, olyan, amolyan webshopok, most tényleg nem is kell márkákat mondanom, úgyis tudjátok, miről van szó, egy euróért, egy dollárért mindent idehoznak a világ túlsó feléről, olyan gyárakban gyártják ezeket, ahol nincsenek kb. szabályozások, olyan retekben egy kibaszott nagy műanyag szemét halmon gyártják, gyártják a szemetet, visszaküldöd egy euró, ki a faszt érdekel, visszaküldik ők is, mit bánom én, annyira silány minőség, emberileg kizsigereli, a földet kizsigereli, egy rettenet rémség, és, 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 és akkor látom, hogy, hogy itt a mai, tehát amikor így kipillantok az Instagramos kedveltjeimből, és látok egy ilyen másfajta univerzumot, és tényleg együttműködések vannak több százezes követő bázisú Instagrammereknek, meg YouTubereknek, ilyenekkel, és akkor ilyen videókat csinálnak, hogy oh, vakon klikkelve rendeltem 200 hulladékot, oh, 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 de jó, oh, oh, gyere nézzük meg, haúl! Oh, 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 oh. És egyszerűen egyszer, egyszer nem térek érhez, hogy ez, ez kajak, ez megy, ez őrület. És mondom, természetesen én, nekem is van ökológiai lábnyomom, de, de, hogy, de hogy azért, azért ilyen, ilyen dolgok nem alapok, Hú, uh, iszonyat, öcsém, iszonyat egyébként. És, és föltettem nemrégiben egy kérdést nektek az Instagramon, hogy, hogy szerintetek mi a legrosszabb, leggázabb ebben a témában. Ivóvízpazarlás, szemetelés, hogy nem tud valaki szelektíven szemetet gyűjteni, a óriás mértékű ö, húsfogyasztás, ugye a húsfogyasztás miatt, az állattartás miatt nagyon sok erdőt írtanak ki rendszeresen azért, hogy legyen a marháknak legelője, azért, hogy a, hogy, a, hogy a gabonát és a különböző terményeket megkapják az állatok. Rengeteg erdőt vágnak ki, tehát ez egy ez egy, ez egy, ez egy, valódi probléma, annak ellenére, hogy igen, létezik olyan húsfogyasztás, illetve állati eredetű ételek fogyasztása, ami a testet valóban táplálja, és egy, egy jó táplálkozás de a bolygót olyan szinten kizsigereli az a fajta húsfogyasztás, az ipari húsfogyasztás, az ipari állattartás, az, hogy az állatnak csak bizonyos részeit tesszük meg, a maradék többi megy a kukába kb. Szóval ez, ez a fajta a túlhalászás, meg ezek, nagyon-nagyon nagy ökológiai lábnyommal bírnak, és mi is igyekszünk kevesebb húst tenni. Mi amúgy úgy kezdtük, képzeljétek kell, mikor is. Hát én szerintem olyan 2020-ig körülbelül tuti, hogy nagyon durva lettünk hús, tehát tuti, hogy reggelire, ebédre és vacsorára is hús volt, vagy legalábbis volt hús, tehát minimum egy felvágott a szendvicsben, és, és ebből most már ott tartunk, hogy havonta mondjuk egyszer-kétszer eszünk általában húst, tehát nem vagyunk sem vegánok, sem vegetáriánusok, de mert, mert eszünk húst, meg, meg tejet is tojást is eszünk, mézet is eszünk, de igyekszünk ezeket minimalizálni, és igyekszünk etikus helyről ö, származó állati eredetű táplálékot fogyasztani, tehát mondjuk olyan helyről venni a húst, ahol minimum az élete utolsó napjáig egy boldog élete volt az állatnak, és nem pedig olyan helyről származik, ahol nem látta a napfényt se szegény pára. Úgyhogy, úgyhogy ennyi. Meg hát nyilván az hogy, az, hogy miket vásárlunk, minden egy döntés, milyen alapanyagokból vannak a dolgok, amiket vásárlunk, és annyira nem azzal jár jól az ember, hogy, hogy, hogy mi az olcsó, hogy mi a legújabb, mi a legmárkásabb, mi passzol legjobban a szettjéhez, mi a legdrágább, az sem biztos, hanem tényleg, Kurvára mögé kell menni, és nagyon alaposan meg kell nézni, hogy mi az, amit behozol a háztartásodba. Nagyon durva, amúgy én összességében, így az összes embert, akit ismerek, és akivel beszélgettem erről a témáról az elmúlt mondjuk 5-6 évben, amióta tényleg úgy komolyabban próbálunk környezetutatosabban élni. Nekem az a tapasztalatom, hogy én nagyjából azért bőven az átlag felett teszek azért, hogy a lehető legkevesebb pusztítást végezzem a bolygón. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy jó, kérem, hogy zero waste vagyok, én is gyarló ember vagyok, én, nekem, én is van, hogy rossz döntéseket hozok, hogy hibázok, van, hogy nem tudok odafigyelni, van, hogy az önös érdekeim azt diktálják, hogy, 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 hogy a bolygóró hozzak meg egy döntést. Szóval természetesen nem csinálom tökéletesen ezeket a dolgokat, de nagyon sok mindent szerintem jól csinálok. És, és, és és ez a tapasztalatom úgy összességében, hogy, 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 hogy tök sok mindenre odafigyelek, amire mások nem figyelnek oda, az a tíz darab szalámít a műanyag csomagolásban megveszi, nem érdekli, hogy, hogy, hogy tehát azt számít mondjuk, hogy egy center olcsóbb, vagy két center olcsóbb, ez vagy az, ez ilyen műanyag borításban van, az meg semmibe, vagy mondjuk papírban van csomagolva, tehát mi azért ilyeneket meg szoktunk nézni, hogyha papírban van csomagolva, és kicsit drágább, akkor nem baj, azt választjuk. Vagy, 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 mondjuk bizonyos dolgokból olyan, olyan terméket választunk, amit tudjuk, hogy nagyon hosszú ideig a szolgálatát fogja tudni teljesíteni, és nem pedig egy olcsóbbat, amivel azt mondhatnánk, hogy jobban járunk, de tudjuk, hogy mondjuk tönkre fog menni egy év múlva, míg a másik terméket azt tíz éven keresztül fogjuk használni, hordani, vagy, 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 vagy lesz a része az életünknek. Na mindegy, lényeg az, hogy most nemrégiben találkoztam, képzeljétek le egy emberrel, aki nálam tízezerszer durvábban környezetudatos volt, tehát valami, valami brutális embertelen, tehát már tényleg nagyon közelítik az, az éró és ez, 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 ez nagyon üdítő volt, és egyben nagyon keményen rávilágított arra is, hogy az én életemben is mennyi minden van, ami még lehet és érdemes változtatni. Szóval, hogy ez tényleg tök jó, mert, mert, mert mindannyiunk életéről van szó tulajdonképpen. Tehát bármi, amit veszünk a háztartásunkba, bármilyen használati tárgy, minden egyszer szemét lesz. És nem mindegy, hogy ez a szemét, az műanyag szemét, ami ugye a műanyag az a probléma, hogy soha nem lesz bőrös szerves vegyület újra. Az üveg, a fémhulladék az újrahasznosítható száz százalékban. A papír természetes anyagokból készül, javarészt, az is rendben van. A fa anyagokból készül dolgok szintén lebomlanak, azok is rendben vannak. De a műanyag, a szilikon, ezek a dolgok, ezek bizony. Ö, mérgezni fogják, és már mérgezik kurva hosszú ideje a vizeinket, a termőföldjeinket, a levegőt, amit belélegzünk, tehát a, amikor végig húzza az ember az ujját a tévétetén, és por van, az a por, ami ott van, és ami száll a levegőben, és amit mindenki lát a napfényben, hogy száll a levegőben a por, annak a nagy része mikroműanyag, amit mi mind belélegzünk, a gyerekeink, a kisállataink, anyánk, apánk, és mi belélegezzük. Ezek nagy rombolást végeznek a testünkben, szépen, lassan, fokozatosan, a hormonális egyensúlyunkra hatással van, különböző daganatos megbetegedéseket, irritációkat, gyuradásokat akármiket idézhetnek elő, és hát ezért, ezért para a műanyag. Tehát, tehát mondjuk, amíg a, az ivóvíz pazarlása is ugye egy fontos kérdés, hogy az, az hogy van, mint van, mi lesz, de a, az egész ökológiai rendszerből, ami a földbolygó, a víz az nem tűnik el. Tehát az ivóvíz probléma az nem abból ered, hogy elfogy a víz, és akkor vége lesz, hanem abból, hogy az időjárási anomáliák miatt, a klímaváltozás miatt, itt-ott nagyon durván a száj van, nem lesz elegendő ivóvíz bizonyos területeken. Nem azért, mert elvész a víz, hanem azért, mert egyszerűen a nagy szárasság miatt elpárolgott a víz. A légkörben van, máshol csapadék formájában leesik, mit tudom én. Ez is az a víz, ez ugyanaz a víz, amit mondjuk 65 Millió évvel ezelőtt dinoszauruszok is ittak, tehát a víz az nem tűnik el, illetve a vízbe rengeteg vegyszer kerül, egyrészt a műanyagok, másrészt a különböző vegyi anyagok beleáznak a vízbe, a talajba, a talajvízbe, a víztározókban megjelennek ezek a dolgok, behelyettve elsősorban nyilván itt is a a mikroműanyagot. Tehát a műanyag a legdurvább para. Az ivóvíz elfogyás, az, az tényleg egy területi dolog, de akár lokálisan is meg lehet oldani azt, hogy az embernek a háza mellett alatt a telkén van egy ciszterna, abba belehullik az esővíz, lehet csinálni fantasztikus ö, ö, fizikai szűrőrendszerrel ivóvizet, iható minőségű vizet, tehát hogy ez, ez, ez egy nagyjából megoldható dolog, nyilván rendkívül költséges, meg óriási munka ezt megcsinálni, nem lehet mindenhol ezt megcsinálni, de ez egy működőképes dolog amúgy. A széndiokszid kibocsátás szintén egy óriási nagy probléma, nyilván az üvegházhatás révén, tehát a széndiokszid az egy természetes anyag, azért nem olyan óriási nagy para. Abból a szempontból viszont kurva nagy para, hogy az egész földnek a klímáját megváltoztatja az üvegházhatás, amit ez a túlzott mennyiségű széndiokszid, ami a légkörben van, okoz ami okozza a klímaváltozást, a felmelegedést, az UV-sugaraknak a brutális, eszméletlen durva erejét, ami, ami, ami a, szűrő, a, a légkör hatása is megváltozott, az UV szűrő hatása. Úgyhogy nagyon-nagyon sok fronton rendkívül nagy probléma a széndiokszid túltermelés, Viszont ezekre megoldást lenne az, ha nem fogyasztanánk olyan kibaszott sokat, mert azzal hogy kevesebbet fogyasztunk, például állati eredetű dolgot, ha mondjuk az embereknek mondjuk a nem tudom, 60%-a felére csökkenteni mondjuk az állati eredetű ételeknek a fogyasztását, és áttérne a növényi táplálkozásra, akkor már sokkal több erdő lehetne a bolygónkon, és az erdő és a fák azok például olyan különleges teremtmények, amik konkrétan a széndiokszidból oxigént csinálnak tehát ha elegendő erdőség lenne a bolygónkon, akkor ezt a fajta széndiokszid túltermelést, ezt lehetne valamilyen formában kompenzálni. Na, és akkor, hát most így, ja igen, és akkor az üveg, a fém ugye a százalékban újra na, nagyon sok minden történhet a műanyag, amit megveszünk. Tehát először is vehetünk például, tehát van egy döntésünk a vásárlásnál, műanyagot veszünk, üveget veszünk, fémet veszünk, fát veszünk. Megvettük a dolgot. Utána azzal a termékre van egy döntésünk. Mennyire vigyázunk azzal a termékkel? Mennyire figyelünk rá oda? Mennyire törekszünk arra, hogy sokáig tudjuk használni? Ha esetlegesen tönkre ment, meg tudjuk-e javítani azt a terméket? Ha esetlegesen már arra a funkcióra nem használható, amire eredetileg vásároltuk, tudjuk-e használni valami másra azt a terméket? Újra tudjuk-e hasznosítani a lehető legkisebb energiabefektetés nélkül? Utána a következő szint, hogyha nem tudjuk már használni ezt a terméket, akkor miként kerül vég, az élete utolsó útjára, németül van egy bomba jó szó erre, úgy hívják, hogy entzorgen, és ez azt jelenti, hogy a végső gondoskodást megkapja a termék, tehát hogy hova kerül a hulladékként. Ha például egy műanyagtájról van szó, nem mindegy, hogy mondjuk a folyóba bedobom, a kertembe elásom, az erdőbe elejtem, vagy pedig bedobom a kommunális hulladékba, amikor elkerül szemétégetőbe, szépen elpuffon a légkörbe, belélegezzük majd annak az égés termékeit, természetesen a hő formájában azért valamennyire tudjuk majd hasznosítani, vagy mondjuk esetlegesen bekerül a szelektív hulladékgyűjtőbe, ahol nagy százalékát, vagy legalábbis valamennyi százalékát újra lehet majd hasznosítani. Tehát, hogy tökre, tökre, sok fronton lehet nagyon sok mindenbe beavatkozni, és annyira fontos és nagy jelentőségű lenne ezen a téren már egészen kicsi korban elkezdeni az oktatást, nagyon fontos lenne. És én azt gondolom, hogy ennek része az, hogy mondjuk családként elmegyünk és szemetet szedünk. Kérlek, ne gondoljátok rólam azt, hogy azért, mert sokszor szedünk szemetet családilag is, egyedül is, hogy, 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 hogy lépte nyomon az utcán megyünk, és ahol szemét van, azt fölvesszük, és akkor kilométereket sétálgatunk a kezünkben a szeméttel, és nem tudom micsoda, mert nincsen szó erről, tehát szó nincsen erről. Alkalmanként fogjuk magunkat, kimegyünk szemetet szedni, és ennyi. Legyünk bárhol, most az utóbbi időszakban voltunk Spanyolországban egy párszor, ott is rendszeresen szemetet szedtünk, egyszerűen, mint program, ezt csináljuk. Ennek sok, sokféle ennek hatása van ennek is. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy más emberek is ráébrednek arra, hogy jé, Hát nem csak fintarogni lehet, hogyha látunk egy szemetet az utcán, nem föl szedni. Azt a szemetet egyébként, amit felszedünk az utcán, azt is lehet ám ö, szelektív hulladékgyűjtőig elvinni, vagy esetleg a sima kommunális hulladékig elvinni. Ez is egy tök, tök fontos téma szerintem, hogy, hogy bárhol legyünk a világban, például mi hazahozzuk a szemetünket, és itthon ent zorgen vagyis hogy gondoskodunk arra, hogy megfelelő hulladéktárlóba kerüljön, és nem pedig a nem tudom, megesszük a kempingezés, kemping, piknikezés közben megesszük a kalcsit, és akkor kidobjuk a kommunális hulladékba mondjuk a fémet, nem, hanem hozzuk ezeket a szemeteket általában. Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon fontos dolog, meg, 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 nem lehet mindig csak ilyen pro és kontra döntéseket hozni ilyen tök egyszerűen, hanem, hanem mindig mérlegelni kell, mondjuk mivel okozom a kisebb kárt, mert, mert sok esetben olyan döntés nincsen, hogy, ez, hogy, hogy, hogy van egy döntés, amivel nem okozok kárt, sok esetben nincsen ilyen. Sokan félnek például a használt cuccok vásárlását, az is tök, tökre nagy megoldás ott is, hogyha vásárolunk például egy ruhát, eleve használtan veszem, tehát már egy ruhadarab nem egy embert szolgált ki, hanem mondjuk kettőt, hármat, négyet, ötöt ki tudja, hogy mennyit, ezt a ruhadarabot megvesszük. Akkor ez a ruhadarabban, hogyha valami történik, kiszakad, kioldódik a varrás, mit tudom én, nem kidobom, megfogom, megvarrom a két kis kezecskémmel, vagy éppen egy varrógéppel. Így általában azért ilyet egyenlőre kézzel kell csinálni. De ha például az a ruhadarab valamilyen formában úgy sérül meg, úgy izél, izél, izér, varrok belőle például valami más. Nem egy ruhát ö, átalakítottam, mert a ruh ki volt szakadva, átalakítottam rövidebbre, rettenetesen szar lett, nagyon elrontottam, abszolút nem értek ehhez, úgyhogy ez nem jött be. De hogy amúgy, ö, ha valaki ehhez ért, akkor annak király, mert ezt meg tudja csinálni. De például hajpántot már csináltam ruhából, ez is szerintem egy tök szuper ötlet. Egy ö, sima kis, egyszerű kis ö, rugalmas hajpántot és akkor már is fel lett használva. De mondjuk, ha esetleg olyan a ruha, vagy már ronda, vagy akármi, akkor felhasználhatja a gyermekem például festésnél rondikának, vagy én törlőrongynak használom, vagy a férjem, aki rengeteget szerel, és minden törölget, olajat, ö, nem tudom mit, mindent, neki például szuper a műhelyébe ez, ez a, ilyen kis rongyika. És akkor már is egy, egy, egy óriási életciklusa volt ennek a terméknek, amit amúgy használtam vettünk, és, 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 és óri... tehát rengeteg döntés során tudtunk egy olyan konstrukciót kialakítani, aminek következtében mondjuk mégsem pazaroltunk olyan óriási mennyiséget. Úgyhogy, úgyhogy és akkor visszatérve a szemétszedéshez, nagyon fontos tudni, hogy az, az UV az tényleg nagyjából így fertőtlenít, tehát hogyha hogy tényleg mindent meg lehet fogni. Amúgy semmi nem történik. Egy egészséges ember, egy egészséges bőrrel rendelkező ember, egészséges hamréteggel rendelkező embernek semmilyen bántódása nem fog esni abból, hogy, 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 fölemel egy, egy hulladékot a földről, és utána kidobja a szemétbe. Mi rendszeresen minden táskánkban van innen-onnan valamilyen kis zacsika, aztán 16 osával veszük a WC papírt, és a WC papír is egy nylon zacskóban van, és például a WC papírnak a zacskóját, azt rendszeresen eltesszük többek közt ilyen célra, vagy ha bármikor bekerül bármilyen formában hozzánk nylon zacskó, akkor mi azt ö, mindig eltesszük, és azt például a kis táskácskánkban, a férjemébe is, az enyémben is van, ha úgy van, hogy, hogy, egy olyan helyen járunk, ahol úgy több szemét van, akkor szépen elkezdjük szedegetni a szemetet. Ö, sokszor találunk újra újrahasznosítható szemetet, igyekszünk elvinni szelektív gyűjtőbe, de ez egyáltalán nem mindig szokott összeönni, valamikor csak simán a kommunálisban vagy egy utcai kukába belobjuk a szemetet, de amúgy gyakran előfordul, hogy hazaviszük a szemetet, és akkor úgy, úgy, úgy kidobjuk. Nagyon elkeserítő amúgy, hogy, hogy miket lehet találni, meg eldobni. Tehát, hogy olyanokat is, aminek nem kéne létezni konkrétan, olyat is, amit... Például ez egy nagyon szomorú dolog a számomra, hogy rengeteg üvegszilánk van. Az üveg önmagában nem károsítja a környezetet, ha bekerül a talajba, viszont meg tudja sérteni az állatokat. Tehát akár a kutyamancsát, vagy akár a gyermek ráesik, vagy nemrégiben az ismeretségi körünkben egy kisgyerek elesett, és pont egy icipici kis szilánkra esett, és elvágta a kezecskét. Tehát, hogy, hogy annyira Um, könnyű lenne egy üveget hazavinni, tényleg annyira semmiből nem áll, meg tök jó lenne, ha alap lenne az embereknek az, hogy, hogy nyilván az, hogy dobjuk el a szemetet. Na a csikkek nagyon durva, nagyon durva gyerekek, jó ja, Isten, annyira elkeserítő. Emlékszem, amikor megtanultam csikket elpöckölni, rettentő büszke voltam magamra. Um, hát ez 16 éves voltam ebben az időszakban. Azóta sokkal több eszem van, és sokkal uh, nagyobb a felelősség tudottam. Nem csináltam ilyet, de már amúgy 5 éve nem dohányzom, sőt 6 hat éve nem dohányzom el, több büszke vagyok erre, majd erről külön fogok egy videót csinálni amúgy, mert szerintem tök izgalmas ez a téma. Na mindegy, tehát a csík nagyon durva, a csík az műanyag, tehát hogy az brutális, hogy, hogy tényleg annyira lazán az ember elpött szinti a csikket, én amúgy, amíg dohányoztam, ez egy tuti pro tip természetesen, azt csináltam, igen, kúra büdös, de a dohányzás büdös amúgy. Szóval azt csináltam, hogy a cigis doboznak a nylon fóliáját levettem, és abba tettem bele mindig az elnyomott csikket. A csikket elnyomtam a földön, és utána fölvettem a csikket, és beletettem abba a nylon fóliába, beletettem, behajtogattam, és akkor már nem bűzölgött annyira, és akkor tök jó volt, és alatt ütögettem szépen a csikkeket. És nem dobtam el a soha a csikket. Nagyon biztos volt azért egy-egy százalékban, amikor eldobtam, amikor mit, mit, mi volt de, de, amúgy, de amúgy rohadtul nem dobtam a csikket. És mindig nagyon figyeltem, hogy szépen eloltva bedegyem a kukába. Vagy a zsebembe ilyen formában, a fóliában. Tehát a csik az is nagyon durva. Tehát az mind bemegy a talajunkba. Tehát tök mindegy, milyen, milyen meg olyan biominősítésű ö, zöldséget, gyümölcsöt eszünk, meg nem tudom micsoda. Az a rengeteg műanyag az beleázik a talajba, ezzel ez nincs védekezés, és már az ember szervezetében, sőt, a mélepényben is már meg lehet találni a mikroműanyagnak a származékait, tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, és amikor jönnek nekem itt ilyenekkel, amikor meglátom ezt, hogy tényleg a kupok oda van forrasztva a műanyag palackhoz, tényleg tikkelek bazd meg, mintha ez lenne a legnagyobb probléma, mikor minden, amit veszünk, műanyag beleért, vagy gyerekünk plusz játéket, megőrültök, képzeljétek el, mi elhatároztuk annól a férjemmel, amikor én terhes voltam, veszünk egy plusz játékot a gyermekünknek, egy darabot. És képzeljétek, most van neki mondjuk 35, mert annyit kapott. Tehát a plusz játékok az 1 per 1, 100 százalék műanyag. Nagyon kevés olyan ö, játék van, ami mondjuk kívülről pamut, vagy horgolt, és akkor, és akkor pamut van megcsinálva, meg nem tudom micsoda, meg anyagból készült, ez szuper tök jó, de a töltelék az minden esetben 100 százalék poliester, az tutifix. Úgyhogy, úgyhogy, ezekre is érdemes odafigyelni, meg egy csomó mindennel az ember nincsen tisztában. Igen, a műanyag, a szilikon, az orvosi szilikon, minden műanyag. A plexi, a, a nejlon, a fólia, a, a aminek van egy normális neve, csak nem tudom micsoda, az mind, mind műanyag is. És rettenetes, mert nagyon sok olyan műanyag van, ami nem újra hasznosítható. Például ebből a hungarocellből olyan mennyiséget találtunk a tengerparton, hogy ez szívfacsaró. És az ez széthullik, ezt, ez összeszedni, ez ami embertelen munka. Hát abból is összeszedtünk jó sokat, de, de hát ez egy jéghegy csúcsa. Na, hogy ez, ez az egész, és tényleg igyekszünk, törekszünk arra, hogy, hogy lehetőség szerint inkább fából, vagy, vagy, vagy üvegből, vagy, vagy fémből kerüljenek, vagy pamutból, vagy bambuszból, tehát amik vagy természetes, vagy százalékban úgy hasznosítható dolgokból kerüljenek be a háztartásunkba dolgok, műanyag dolgokat is veszünk, de ezeket használtan veszük, és, és figyelünk rá mondom, nem mindent veszünk használtan, valamit nem, de például bútort, gyerekjátékot, használati tárgyakat, konyhai eszközöket, nagyon sok mindent használtan veszünk, és hát igyekszünk kerülni a műanyagot, sajnos nem tudjuk annyira elkerülni a műanyagot, mint amennyire szeretnénk, de, de én egyszerűen elkeserítőnek tartom, hogy a a, a végfelhasználóra tolják a felelősséget, és akkor azt gondolják tényleg, hogy a kupakot odaforrasztják a kibaszott üveghez, hogy akkor majd úgy, de megmentettük a bolygót, öcsém, júj. Hát nem, mert ez egy, ez egy nagy kreténség. Az amúgy egy tök jó dolog, itt Németországban 25 cent egy, tehát minden betétdíjas itt, ami műanyag palack, szinte minden, és ez tök jó meg fém doboz, sörös dobozok is. És ez szerintem szuper fantasztikus, és, és mindennek így kéne lenni, mert ezzel legalább valamennyire jobban lehetne motiválni az embereket arra, hogy szelektíven gyűjtsenek, vagy legalább vigyék olyan helyre, ahol fel tudják dolgozni a lehető leghatékonyabban a, a dolgot újra. Most ezt elkezdték kibővíteni, de ez is egy kicsit ilyen, 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 hát neccesen működik, mert, mert most képzeljétek el azt, hogy mondjuk van egy üveg dolog, amit megveszel, mondjuk egy befőttes üvegben vagy egy, egy üveges kis joghurtot megveszed, és az üveges joghurtot például tök jól föl lehet használni nekünk, például ez a direkt újrahasznosítás, kimosom az üveget, és fűszereket tárolok benne, és nekünk az egyik fiókunk pont akkora, hogy egy bizonyos típusú befőttes üvegből belefér, nem tudom, 15, és akkor abban van mondjuk a rizs, abban van a nem tudom mi, a nem tudom mi, a nem tudom mi, a nem tudom mi. És ez egy bomba jól működik. Ez az, ez a primér felhasználás, újrahasznosítás. Akkor a következő verziója az, amikor mondjuk a cég maga, tehát a jogkurtot uh, uh, gyártott cég, előállított cég, aki tölti mondjuk az üvegbe a jogkurtot, ő maga kéri vissza betérdíjjal a, a az üveg üvegcsomagolást, és újrahasznosítja, fertőtleníti, csírátlanítja, újra tölti, újra kiosztja ugyanazt az üveget. És akkor van a harmadik típusú újrafeldolgozás, újrahasznosítás, amikor az az üveget például bedobja, bedobja az ember az üveggyűjtőbe, ott széttörik az üveggyűjtőben az üveg, és utána az üveg szilánkokból szépen azt el, elárul, elárulják, el, eladják, mint, mint üvegnyersanyag, és akkor lehet újra használni mondjuk olyan helyeken, ahol, ahol üveggyártással foglalkoznak, ami szintén egy, egy egy jobb megoldás, mint amikor az ember súlyt kidobja a csumi, ennyi. Úgyhogy, úgyhogy, nagyon sokféleképpen lehet újrahasznosítani is, és tényleg mindig ez a primer újrahasznosítás a legjobb, amikor valamit felhasználsz, ami másra utána. Ja, na mindegy, szóval elkeserítő, a csikkek brutális, a papír szemét az, oké, az, okay, még, úgy, még úgy, tudok dűlőre jutni, de az elviteles kávék doboza, az egyesével csomagolt minden lószar, chipshez kezdve minden, és hát sarkalatos pont tényleg a, a popó törlő, a kisbaba popi törlő, mert a, a nedves wc papírok közül, tehát ami már felnőtt alvázra való, azok közül van, ami 100% cellulóz, teljes egészében műanyagmentes, csak a csomagolása műanyag, tehát olyan is van, de jellemzően, én még nem láttam amúgy olyat, ami ne így lett volna, írjátok meg, ha mégis van ilyen, kifejezetten a babapopsi törlők, azok viszont száz százalék műanyag, tehát maga a törlőkendő is műanyag. És ezzel is például annyi mindent lehet variálni, az egyik, hogy az ember nem veszi, ilyet például. És mondjuk kakilás után egy nedves rongyikával megtörli a kis popóját a gyereknek, vagy a csapalát tartja a gyerek popókáját, ez is egy megoldás. Vagy ha, ha vesz az ember ilyen törlőkendőt, akkor például azt a törlőkendőt nem a WC-be dobja, nem a kommunális hulladékba dobja, hanem mondjuk kimossa. Kiöblíti, kimossa. És akkor azt újra lehet hasznosítani. Képzeljétek el, újra és újra föl lehet használni ezeket. Lehet használni például a kendőnek a mosható pelenkába is. Tehát, hogy tényleg ezt, ezt, ezt meg lehet csinálni. A mosógép az fertőtlenít a múlt teljes egészében, plusz a kisbabák, a teljes kakia az, az, az kutyafület, tehát azért az nem egy izé felnőtt uh, rakás szarhoz hasonlatos, hanem most csak egy uh, kis kaki. Kis folyós kaki, amit, amit simán lehet öbíteni na igen, szóval ilyenek, és, és ja, és a pelenka Jézusomat az is, ami elképesztő. Nemrégiben, hát nemrégiben már szerintem még már vagy három éve, csináltam egy számítást, hogy mekkora ökológiai lábnyom, mekkora széndiokszid kibocsátás, összehasonlítva a pelenka fogyasztás a repülővel utazással. Van-e van valami elképzelés? Egy picit konkrétizálom a kérdést, csak kíváncsi vagyok, hogy ti mit tippelnétek. Szóval, hogy egy ezer kilométeres repülőúton a, az ökológiai lábnyom per fő, tehát per utas, az mennyire, milyen arányban viszonyul a eldobható pelenkán val járó ökológiai lábnyomok, lábnyommal. Megvan? Na, nagyjából, képzeljétek el, három havi eldobható pelenka az akkora környezetterhelés, mint ezer kilométert utazni repülővel. Tehát azzal, hogy a gyerekünket mondjuk végig mosható pelenkában hordjuk, 12 repülhetünk el Frankfurtból Budapestre, és akkor vagyunk ugyanott, mint egy gyereket végig a szobatisztasági kísérni eldobható pelenkával. Természetesen a mosható pelenka sem zero waste, de azt akár egy szettet, tehát mondjuk én azt mondom, hogy összesen 30 darabból egy gyereket, két gyereket, bocsánat, simán ki lehet szolgálni. Tehát 30 darab pelenkából simán kiszolgálsz két gyereket. Ha jó minőségű pelenkát veszel, akkor akár három gyereket is. Ez egészen biztos. És a, a, a mosható pelenkának csak a külső borítása műanyag, a betét az nem műanyag. A betét az természetes anyag, vagy bambusz, vagy pamut, nem tudom. Ja, és a külső is lehet a gyapjú, ami szintén természetes anyag. Tehát, hogy nagyon-nagyon durva a helyzet. Ja, meg a popsi törlő, igen. Tehát, hogy az sem mindegy, hogy az ember azt a WC-be dobja a popsi törlőt, ami ugye műanyag, és akkor eldugul a csatorna, itt-ott a városban, a faluban, a környéken, akárhol Csöttörés van. A Spanyolországban nem egyszer megtapasztaltuk, hogy ilyen óriási, írtózatosan nagy zivataroknál, amikor a csatornák dugig mennek vízzel, ki mossa az összeset a, a lefolyóból a az összes popsi törlőt bele a tengerbe, és tényleg ott úszikálsz, és akkor lépten nyomon így a kezedbe, ujjat közé beakadnak a, a, a popsi törlők, hát valami embertelen őrület és hogyha ugyanezt az ember mondjuk újrahasznosítja, és utána mondjuk tiszta állapotában, hogy olyan anyagból van, mert ez rajta van a csomagoláson, mondjuk újrahasznosító, szelektív gyűjtőbe bele tudja tenni, akkor esetlegesen újra lehet még azt használni, akár ipari körülmények között is, de már minimum azzal, hogyha nem a WC lefolyójába kerül, hanem csak mondjuk a kommunális hulladékba, már azzal nagyon sok mindent tettünk. Vagy ha nem használunk ilyet, nyilván hát ez a, legjobb megoldás. Na és akkor a szemetek tényleg egyszerű őrület, és mi mindannyian szedjük. És itt a környékünkön már megbarátkoztunk csomó emberrel, akikkel akár együtt megyünk, vannak itt ilyen, ilyen személygyűjtő partik, és, és, és tökre az is, hogy mondjuk itt rendben tartják a közterületeket, nyírják a füveket, füveket, szóval a füvet nyírják, meg szeretik a bokrokat, nem mit tudom én, de nem szedik fel a szemetet, és azt nem tök bombasztikusan elkeserítő. És mi még állandóan szedjük a szemetet. Ismerjük a falu gondnokját, mert nekünk van ilyen, és bacsika, falu gondnok, És neki szoktunk mindig szólni, hogy a szelektív hulladékgyűjtő sziget körül például kiszedtük az összes szemetet, mert sok szerencsétlen, tényleg most, most igyekszem magam visszafogni, hogy nem mondjak olyan jelzőket, amiket megbánhatok esetlegesen, de hogy így ez a, nem gondolkodni képes emberek leteszik a szemetet a szelektív hulladékgyűjtő mellé. De olyanokat, hogy, hogy oda az ablakot, érted? Betörik az ablaküvege, és az, az egy méterszer két méteres ablaküveget bazd meg, oda lerakja a kuka mellé, ahol kutya jár, kisgyerek jár, állatok járnak, Hatjuk, ott röpködnek át, érted? És lerakja oda, amivel az, 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 a, a, az ember fejét le lehet vágni üveget. Ha megőrül, akkor majd mondom, és akkor lerakja, hogy, hogy üveggyűjtő, akkor ő azt így oda lerakta. Ezt egyszerűen ez nem, nem hiszem el, érted, amik vannak. Meg a, meg a, a szerencsét lenye nem tudja kinyitni mondjuk a... a, a a ruhagyűjtőt, mert van a ruhagyűjtő külön, nem tudja kinyitni, és akkor leteszi a ruhagyűjtő mellé a kis, a kis zacskójába a kis ruhákat. És akkor tudjátok, mi történik? Jön egy vihar, szétázik, szétrohad, és ott rohada. A, 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 szelektív gyűjtő melletti ö, talajban, a, a, a fák között befújja a szél, és akkor úgy ki onnan lepecázni őket, a, a szétrágott ö, te izékkel, lárvákkal, mindennel telerakott ruhákat, mert már oda be, a be, bevette a természet, Na, ilyeneket, és akkor ezeket összegyűjtjük mondjuk egy zacskocskába. Van amúgy szemétszedő keztünk, van szemétszedő csipeszünk is, van a gyerekeknek is szemétszedő csipesz, ilyen Obi-ban, meg baumákban, meg nem tudom, mikbe el lehet csipni úgy ilyeneket, de használtan is érdemes rákeresni, meg webshopokban is, mert ezek tényleg jó cuccok, és érdemes nagyon olyat venni, ami sokáig működik, jó minőségű, drága esetlegesen, nem mindig függ össze amúgy az ára minőséggel, de gyakran. És például van olyan fajta bomba jó cucc, hogy nem csak csipeszt, ff, nagyon jó, nagyon jó csipesz, hanem le lehet hajtani az aljáról egy picike tűt, ami kb. olyan, mint egy hústű, tehát mit tudom, egy olyan 6-8 centi hosszúságú tű, nem olyan tű azért, amivel vért lehetne venni, hanem mondjuk olyan, nem tudom, másfél milliméter vastag kis fém izé, és például azzal a csikket föl lehet szúrni, és még olyan, olyan szemétszerű csipesz is van, ami a tényleg a Rolls-Royce-szal szemétszerű csipeszeknek, amivel így le tudod tolni, tehát te ott a kis irányítasz fönt a kis izével, rugós kis fogójával, és azzal le tudod tolni a tűre felszúrt cigicsikket például bele a kis zacsikádba. Tehát, hogy bomba jó vannak, és tényleg ezt tök higiénikusan meg lehet csinálni, és, és bombasztikusan jól lehet vele szemetet szedni, és a gyerekek esküszöm élvezik, tehát mi, amikor így kimegyünk több gyerekkel, ó, na, imádják egyszerűen ezt csinálni. És amúgy rengetegszer tapasztaljuk tényleg, hogy szedünk szemetet, és akkor mások is már elkezdik szedni a szemetet, vagy oda jönnek beszélgetni hozzánk, hogy miért csináljuk, mit tudom én. Volt olyan szerencsétlen nyomóhúz idióta is, aki azt mondta, hogy de jó, hogy mi ezt fölszedjük, mert akkor, akkor az embereknek nem kell foglalkozni azzal, hogy kukát keressenek, hanem akkor eldobják, és akkor már mi felszedjük. És akkor, hát az arcomra kiült egy középső új arcifejezés nagyjából, hogy ember, ezt ugye te se gondolt, komolyan. J Jézusom! Na, úgyhogy tök jó, érdemes tényleg eltenni, ha más nem ilyen, amikor valamit vesz az ember, és ilyen kis zacskója van, és ki lehet öblíteni, vagy tiszta leve a zacskó nagyjából, mit tudom én, érdemes eltenni tényleg szemétszedésre is, akkor lehet nagyjából biztonságosan ö, vinni a szemetet, mondjuk legalább addig, ameddig egy kukáig el nem ér az ember. Amúgy nagyon szomorú, hogy itt a német oldalon, itt nálunk nagyon kevés nyilvános kuka van, ez szerintem ez borzasztó, itt a forróban még szerencsések vagyunk, mert itt a ami tök pici faluban vagyunk, de nyilvános kuka szerintem van mondjuk négy darab, <laughs> nem sok, <laughs> de nagyon durva, hogy a tőlünk pár kilométerre lévő Luxemburgban, ott meg nem viccelek, 300 méterenként, de legritkábban, tehát az a legritkább, van, ahol 30 méterenként van egy kis szemetes minimum, és ez is tényleg tök jó, meg az sem mindegy, hogy milyenek azok a kültéri szemetesek amúgy, mert a varjak például simán kiszednek belőle a dolgokat, a szél simán kifúj belőle a dolgokat. Tehát például látok néha olyan rácsos kukát, ami ilyen 10 10 es rések vannak, és azt csak az nejlonzacskóval lehet használni, és néha nem tesznek be nejlonzacskót, és akkor dobálják be az apró szemeteket, ami nyilván mellé hullik, azt mindig üres a kukó, nem kell üríteni, tök király. Na, úgyhogy, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon nehéz ez a téma, és minden ott kezdődik el tényleg a leges, legalapabb szinten, kisgyerekkortól kezdve kéne ezt csinálni. Itt a környékünkön a kiskölyköknek egy nagy része, az konkrétan már egy évesen tudta, hogy a műanyagot a műanyagba kell tenni, a izét az izébe kell tenni. Nem tudom, micsoda. Ja, ugye a lebomló hulladékot is külön gyűjtjük. Uh, igen, a lebomló hulladékkal amúgy az utcán nem szoktunk foglalkozni, tehát az, 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 az nem, nem, nem gond de, de amúgy minden más igen, és hát elsősorban nyilván a műanyag, meg az üveg azért veszélyes, a fémet meg újra lehet hasznosítani tök jó. De amúgy a lebomlóval nem szoktunk foglalkozni, meg mi is dobtunk már a csutkát az erdőben természetesen, úgyhogy ez, ez igazából ez semmi gond nincs. Ja, meg még amit itt a sokat tapasztalok, és teljesen kikészülök tőle, az az, hogy a kutyának a kakáját felveszi, és az acskóval együtt dobja el. A földre. Tehát, hogy kutyakaka az így lebomlana, és még, még, jót is tenne a természetnek, nyilván belelépni nem jó, de hogy így az így, uh, what? És ezt rendszeresen látom, és nem azt, hogy eldobjam, mert akkor nyilván szólnék, hogy hogy valamit elejtett, de hogy, de hogy, de, hogy, de hogy, látom a becsomózott zacskót a kutyaszarral, itt, ott, amott. Ha megőrülök, ez micsoda? Ja, oh, Istenem, na mindegy, úgyhogy, úgyhogy ennyit akartam nektek mondani, és tényleg érdemes nekilódulni, nekiindulni, és, és fogtok találkozni emberekkel, akik, akik, akik elismerően fognak bologatni, hogy mekkora királyok vagytok, és aztán ki tudja, lehet, hogy ők is a ti hatásatokra nekiállnak esetlegesen szemetet szedni, és ahogy az így terjed, egyre többen fogják azt gondolni, hogy esetlegesen kurva gáz eldobni a szemetet, és el nem fogják talán eldobni a szemetet annyian, és akkor már is mindannyian részesei voltunk ennek a javuló tendenciának. Na, úgyhogy ennyit akartam nektek mondani, kösz, hogy itt voltatok. Sziasztok!